Hello, baby, hello. Hello. Na, csak megszületett. Spirituálé feldolgozás fog következni, kedves rádió néző gyerekek. Szervusz, kedves Dani, örülök, hogy csatlakoztál a mai műsorhoz. Megnézheted azt a gyönyörűséges eszközt, amelynek segítségével a rádió műsort keverem át TV műsorra. Tehát ez az a fantasztikus, csodálatos kínai eszköz, amely a keverőpultnak a jelét továbbítja az éppen egyébként most rendkívüli módon megborult mobiltelefon felé. Jaj, ezt szeretem, ezt hallgassátok, ez jó, jó ez a nóta. Nekem a szüleim hallgatták ezeket a dalokat még gyerekkoromban, úgyhogy nagyon kedveltem őket, úgyhogy ez ilyen. Dani írja, hogy épp szólni akartam, hogy lefittyentó. Nem fittyent le semmi, kedves Danikám, hanem itt vagyunk élőben, egyenesben a Civi Rádió stúdiójából. A másfél holdpont hamarosan kezdetét veszi, még van bő 10 perc hátra. És hát azt szerettem volna elmondani itten a kedves rádiónéző gyerekeknek, akiket már hamarabb itt beleengedek a kulisszák mögé, hogy ma este egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes témáról lesz szó, mégpedig arról, hogy szeretünk-e népszerűek lenni, fontos-e nekünk a népszerűség, vagy magasról, stratoszférából toljuk ketté, hogy népszerűek vagyunk-e, vagy népszerűtlenek. Úgyhogy ma este itt a másfél holdpontban ez lesz terítéken, és hát bízom benne, hogy a kedves rádiónéző gyerekek ottan a chatfalon nagyon sokan hozzászólnak majd a ma esti témához. Egyre többen csatlakoztok majd, hiszen az élőadás már megy, és ferde a kép. Úgyhogy ezen még állítok egy kicsit. Azt mondja, a civil rádiónak a C betűje van lefele, akkor a kamerát kéne így kéne megdöntenem? Talán. Moses way down in Egypt land, tell all to Pharaoh. Coca-Cola nem fizetett semmit a műsorért. Kirakjuk a képből. Majd ha fizetnek, akkor benne lesz. Én egyébként speciál utálom a népszerűséget, és nem is akarok népszerű lenni. Más dolog az, amikor valami érdeken fűződik ahhoz, hogy mondjuk ez a műsor, hogy népszerű legyen. Az fontos számomra is. Tehát persze, hogy fontos, hiszen különben, ha nem hallgatja senki, meg nem szól hozzá senki, akkor semmi értelme nincs. Ugye Laci az igazi itt van velünk ma este, ilyen nagy szeretettel ölellek köblemre, kedves Lacikám. Laci, képzeld, találkoztam egy másik szigetével, igaz, hogy nem úgy írta a nevét, mint ahogy te, hanem THY-nal, és hát Gábornak hívták, de az elmúlt hét egyik legnagyobb élménye volt vele megismerkedni és a társaságába eltölteni egy rövid időszakot. Egy író, rendező, hatalmas figura, egyébként Rutkai Évának a veje,
és az ő szellemi örökségének a gondozója. De ismert a Gondolkodó Magyarok című eszmetörténeti kötetsorozatáról is, meg hát még nagyon sok minden másról is, hiszen televízióban, rádióban is dolgozott újságíró kollega, úgy szintén, és hát nagy irodalomtörténész, meg irodalomtanár. Úgyhogy poros nyomába se kullogok, de olyan jó érzés volt vele beszélgetni egy kicsit a múlt héten. És ezt szeretem ebbe a szakmába egyébként, hogy így el lehet beszélgetni emberekkel, különböző érdekes, izgalmas figurákkal, úgyhogy erről is szól ez a történet. Danikám, kérdezem tőled, hogy akkor hang minden rendben, kép működik. Ezek szerint elindultunk itten a rádiónézésben, a Facebook Live-on keresztül, tehát akkor ez így szerintem remekbe szabottan létrejött ismét a kapcsolat, és reméljük, hogy bírja is majd végig. Megint éhes vagyok, de most nem rendeltem pizzát, úgyhogy most kénytelen leszek kibírni valahogy. Éjfél utára még van egy túros buktam. És jött szembe. Na hát ilyenkor még a Málenki Rogot című műsor megy. Nekem meg az a feladatom, hogy berakjak zenéket éjszakára. És ezt teszem most éppen, most ezekben a pillanatokban. Mert hát attól függetlenül, hogy elindul ez a rádió műsor, nekem még vannak feladataim. Úgyhogy igyekszem megszerkeszteni zeneileg is ezt a mai műsort. Laci, az igazi, közben írd meg ott a Facebook Live-on, ha már itt csatlakoztál hozzánk, hogy veled mi újság mostanában, mert hát olyan régen hallottunk rólad bármit is, úgyhogy bízom benne, hogy azért pár gondolatot majd írsz. Köszönöm Daninak a visszajelzést, hogy ezek szerint minden működik, és hát Vincenzo is csatlakozik ma este, úgy látszik, hogy ő belőle is már itt törzs hallgató, vagy törzs néző, de hülyén hangzik az, hogy törzs néző. Na mindegy, szóval ilyen törzs résztvevő válik. Múlt héten itten kedves rádiós, televíziós barátommal itt elmajomkodtunk, régi emlékeket idéztünk, de hát majd Vincenzo is remélhetőleg megosztja velünk, hogy ciao, kedves Szilva írja. Remélem, hogy megosztod velünk majd, Vince, azt, hogy neked mennyire fontos a te életed, vagy karriered, vagy magánéleted szempontjából a népszerűség. És itt most nem csak munkára kell gondolni, kedves hallgatók, hanem arra is, hogy egyáltalán, tehát nektek, mint... Lehet, hogy ezt a sapkát le kéne venni, mert a Simliderrel mindjárt le fogom verni a mikrofont. Ebbe az a szomorú, hogy ezt valaki komolyan gondolta. Mármint a felvételre gondoltam azt, hogy még be is rakta adásba. Na, ez az, amit nem kellett volna. De tévedés. Szól a civil rádióban az orosz rockzene jelenéről és múltjáról szóló adás, csak hogy
szerdán volt a Mihail Turecki a kapella kórusának a ingyenes koncertje a Bazilika előtt, és amely koncertsorozatnak a neve az, hogy a győzelem énekei, és így kapcsolódik. Miért nincs hang, Vincenzo, most miért viccelsz vele? Van hang. Szenteltük, vagy szenteltem ezt a műsort, meg is köszönöm a figyelmet, és Márkus Máténak az építő közreműködést. Én magam el is köszönök, Balogh Viktor vagyok, még mindig a mikrofonnál, aztán most már elhagyom azt, és hogy mennyire rockzenéről szól ez a műsor, az bizonyítja a mai utolsó dal. Na, szóval van hang, működik minden, és hát én már itt készítem is be az első nótákat. Azt hiszem, hogy ez lesz az a miénk, az első mai napunknak a nótája. Feel alright. Szava Dragunov. Érkeznek itt a kedves rádiónéző gyerekek szép számmal. Hiszen kezdődik a másféle holdpont, itt a 98 MHz-en, meg a Facebook Live-on. Perceken belül. Előbb nem volt hang, de most már van, rendbe jött. Akkor örülünk. Örülünk, Vince? Örülünk. Így még hülyébben nézek. Utálom a televíziózást. Annyi minden hülyeségre kell odafigyelni. Komolyan mondom, lefáraszt. De titeket rettentő módon szeretlek. From Manchester way, I get all me pleasure the hard moment way. I may be a way slave on Monday, but I am a free man on Sunday. I've been over sound and I came upon crowd and I slept by the wainstones as well. I sunbathed on kinder, been burned to a cinder, and many more things I could tell. De lefagyott itt a történet, kérem szépen. Hát nem tudom, mi van. Ajánljuk magunkat. Műsorajánlóink következnek. Каждую пятницу в 7 вечера в эфире Civil Radio FM 98.0 слушайте программу русскоязычной редакции «Голос Будапешта». Новости недели, комментарии и советы экспертов, анонсы предстоящих событий и большие интервью с гостями студии. А еще качественная отечественная музыка. Будьте с нами на Civil Radio FM 98.0 в социальных сетях и в интернете. www.budapeshtvoice.com. Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Foggal és örömmel. A Civil Rádió állatbarát műsora. Szerkesztő műsorvezető Timár Andrea. Minden szerdán 14 órakor a Civil Rádióban. A Demokrácia Most című műsor szándéka, hogy felhívja az emberek figyelmét a közélet fontosságára, a részvétel jelentőségére. Olyan példákat, küzdelmeket, mintákat és élettörténeteket tárunk hallgatóink elé, amelyek a közösség erejét mutatják, az összefogás szükségességét egy-egy probléma leküzdésénél. Szerdán este 7-től 8-ig itt a Civil Rádióban. Magunkat ajánlottuk. Műsorajánlóinkat hallották.
señoras y señores, con ustedes, la mujer barbuda. Másfél holdpont, sovány vigasz egy túlsúlyos világban. Na, hogyha minden igaz, kedves rádióhallgatók és kedves rádiónéző gyerekek, akkor ebben a pillanatban elindult az élőadás itt a Civil Rádióban és a Facebook Live-on is. Ez a Másfél holdpont, a Civil Rádió éjszakai élő és interaktív műsora, egy tetszhalott műsorvezetővel, a hétszörnyű Koponyányi Monyókkal, azaz Dabis Balázs Szilviusszal velem. Szervusztok, köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel ezen a késői órán, és hát bízom abban, hogy minél többen csatlakoztok majd hozzánk élő szóban, vagy pontosabban legépelt élő szóban, hiszen a Facebook Live-on a csatornánk szeretettel vár minden kedves rádiónéző gyereket, aki hozzászól ehhez a mai műsorhoz, és ma már körünkben üdvözölhetjük bizony Dánielt, aki régen Monori volt, most meg azt hiszem Kecskeméti, vagy nem is tudom pontosan. Lacit, az igazit, aki hát maga ennek a műsornak az alapító atya tulajdonképpen. Aztán Tompos Vincét, az én kedves régi barátomat és kollégámat, aztán itt van velünk Lajtos Béla, a Dragunov is, aki azt írja, hogy már az ember kukkolni sem tud titokban, bizony-bizony, ez egy ilyen kegyetlen világ, kedves Dragunov barátom, és hát itt van velünk a műsornak az egyik törzshallgatója és igazi dívája, Erzsébet, aki azt írja, hogy miért kell ahhoz sapka, hogy valaki hülyén nézzen ki. Hát igazad van, kedves Erzsébet, már el is dobtam, így is elég hülyén nézek ki, sapkában meg még inkább. Kérdező, hogy átváltottam-e oroszra? Nem, még a Málenki Rokot című műsor utolsó taktusai zajlottak itt az élő közvetítésünk kezdetének a végén, és most már ugye a rádió néző gyerekek is, meg a rádió műsort hallgatók is ugyanazt a programot hallják. Itt egyesült a történet, a közvetítő vonal egyesült vala. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Attilát is, meg Vikit is, akik most csatlakoztak. Attila kérdezi, hogy Szilvius még él? Hát na hát, hát mit? Most ezt nem egészen értem, kedves Attila, hiszen a múlt héten is hallgattad ezt a műsort, a múlt hét óta olyan sok minden nem történt velem. Vagy igen, nem tudom. Túléltünk egy hetet, már ezt is önmagában megünnepelhetjük, már ez egy fantasztikus dolog, hogy ez mindenkinek sikerült, közületek is ezek szerint, akik ma este már bejelentkeztek, úgyhogy bízom abban, hogy ma este nagyon sokan együtt gondolkodtak velünk, mert egy olyan témáról lesz szó, ami azt hiszem, hogy szerintem mindenkit valamilyen szinten, de érint, vagy megérint, vagy legalább külső szemlélőként, nem, belső szemlélőként is érintett, ez pedig a népszerűség. És hogyha már itt egy ilyen kvázi vlogot láttok a internet segítségével, amelynek ugye, meg egy élő interaktív rádió műsort hallgattok, amelynek bizony létfontosságú eleme az, hogy népszerű legyen. Ha ez a műsor, ha ebben a műsorban te, kedves hallgató, nem lennél itt, ha te nem írnál, nem szólnál hozzá, akkor ennek a műsornak az ég egyött a világon semmi, de semmi értelme nem lenne. Ha te nem hívnád telefonon a 489-09-99-et, én két órán keresztül el tudok pofázni, de hát az körülbelül ilyen lenne. Szóval semmi értelme nem lenne. Ennek a műsornak mindig is az volt a lényege, hogy itt a különböző vélemények egymással ütközzenek, ehhez az emberek hozzászóljanak, ennek részeseivé váljon minden egyes
műsorkészítő, aki nem ül itt bent fizikailag a stúdióban, és lehet, hogy úgy hívják, hogy Erzsébet, vagy Attila, vagy Dragunov, vagy Vince, vagy bárhogyan, de ő kívülről, mint rádióhallgató válik a műsornak a készítőjévé, azáltal, hogy az ő gondolatait hozzáteszi ehhez a műsorhoz. 2000. szeptember 4-e óta. Így van ez, kedves hallgatók, kedves nézők. Szóval ma este is egy népszerű témával fogjuk folytatni. Ez az egész popularitás. Mióta népszerű a popularitás, hogy ilyen képzavaros kérdést tegyek fel? Hát valószínűleg azóta, mióta az emberiség létezik, hogy az első államszervezetek létrejöttek, az első politikusok elkezdték a működésüket, ahhoz, hogy az ember elérjen valamit az életben, ahhoz neki népszerűnek kell lenni. Azokat az embereket, akik népszerűtlenek, azokat ritkán támogatják, ritkán szavazzák meg, ritkán választják, és ritkán ünneplik. És azok az emberek, akiket úgy nem szeretnek, tehát akik népszerűtlenek, ugye, azok az emberek rendszerint nem sok mindent tudnak elérni a közösségi területeken. Tehát tulajdonképpen ők előbb-utóbb elmagányosodnak, vagy azt mondják, hogy toljok én bele ebbe az egész népszerűségi őrületbe, nekem erre nincs szükségem, én nem akarok népszerűvé válni, vagy ehhez hasonlok, és mindentől kezdve ők félrevonulnak, kivonulnak a társadalomból. Ez is egyfajta attitűd, tehát szerintem ezt is lehet művelni. Nem kell feltétlenül mindenkinek és mindennek népszerűvé válni, és én is, bármilyen furcsa is ez, nem tartom magamat egy ilyen extrovertált embernek, sőt, ahogy korosodom, egyre inkább szeretek háttérbe vonulni, egyre kevésbé szeretek a frontline-ban csücsülni, és ott megnyilvánulni, és folyamatosan sikereket elérni, meg népszerűnek lenni. Kell ez a francnak, hiszen ez egy nagyon nehéz kenyér. Tehát rengeteg sztárral csinálok például interjúkat mostanában, és úgy, amikor főleg kamerán, mikrofonon kívül elbeszélgetünk arról, hogy milyen hihetetlenül nehéz ebben az őrületes dömpingben, amiben ők élnek, megtartani az ő imidzsüket, a folyamatos népszerűségüket, kelendőségüket, hát megmondom őszintén, nem irigylem őket a legkevésbé sem, hiszen ez egy szenvedés, ez egy kín, ez egy gyötrelem, tehát este lefekszel aludni, és azon gondolkozol, hogy úristen, a jövő héten még eljönnek ennyien a koncertemre? A jövő héten még megveszik ilyen sokan a lemezemet? Vagy lejátszák majd a rádiók az új slágeremet? Hát ez egy rettentő rossz szenvedés, hogyha valakinek állandóan ezekkel a kérdésekkel kell élnie. Attila írja, nekem úgy lepörgött ez a hét, hogy már nem tudom, mi történt a múlt héten. Kedves Attila, ma esti házi feladat, idézd fel, hogy mi történt a múlt héten. Nem akarok veled gonosz lenni, de nem tudom miért, most rendkívül kíváncsi vagyok arra, hogy mi történhetett veled a múlt héten, hogyha ennyire nem fontos, hogy így elfelejtetted ezt egyik percről a másikra. Aztán írja Attila, hogy sikerpénz, csillogás, ugye, Silvius, hát igen, ez a KFT együttesnek egy remekbe szabott nótája, amit én magam is szeretek, hiszen valahol ezt kódolják belénk a filmekből, ezt kódolják belénk az újságokból, a regényekből, hogy sikeresnek, gazdagnak és népszerűnek kell lenned. De vajon tényleg igaz ez? Neked, mint egyszerű emberi léleknek, akinek családja van, jó esetben barátai vannak, akinek az értékrendszere talán tényleg valami komoly értékrendszer alapján megy. Valóban szükséged van arra, hogy te népszerű is legyél, hogy téged rajongásig szeressenek, hogy neked, ha kidobsz egy Facebook posztot, legalább 120 lájkolod legyen, vagy 2500, vagy mit tudom én mennyi, hogy
Vagy csak ezt úgy ránk erőszakolják, ezt az egész népszerűségi őrületet, és lehet, hogy sokkal fontosabb dolgok is vannak a világban. Szervusz, kedves Viktor, és szervusztok, kedves hallgatók, itt a 98 MHz-en, meg a rádiónéző gyerekeknek is nagyon sok szeretettel köszöntök. Azt mondja Attila, hogy úgy emlékszik, hogy a múlt héten ő volt az egyik legtöbbet kommentelő itt. Nem igaz, nem te voltál, de ma még lehetsz, úgyhogy húzz bele, kedves Attila. Ez a Quimby egyébként, és a Lámpát, ha gyújtok című fantasztikus, csodálatos felvétel. És a következő percekben pedig megszólal Peter Gabrielnek a Rhythm of the Heat-je. Másfél holdpont, sovány vigasz, egy túlsúlyos vigasz. Thank you.
Looking out the window, I see the red dust clear. High up on the red rock stands the shadow with the spear. Strong, strong beneath my feet. It feeds on the blood, it feeds on the heat. The rhythm is below me, the rhythm is around me, the rhythm is inside me. Uncertain, I'm showered with the dust, but the spirit enters into me, and I submit to trust. Smash the radio. No outside voices here. Smash the watch. Can I tear the day to shreds? Smash the camera. Can I steal away spirits? The rhythm is around me. The rhythm has control. The rhythm is inside. Thank you.
kegyetlen dolog ez, testvéreim. Ez meg a 98 MHz és a Civil Rádió, és ez volt a Rhythm of the Heat Peter Gabrieltől, aki, hát azt hiszem, hogy nem kell bemutatni ezt az embert. Nem csak népszerűség tekintetében, hanem az sem, hogy talán méltánytalanul keveset játszottak a zenei, muzsikái mostanában rendkívül jó alkotásokat csinált ő itt az elmúlt években, évtizedekben is, és azt hiszem, hogy nem véletlenül is játszom ezt a műsort, ebben a műsorban nagyon sokat az ő dalait. Nem eretvágós zene, kedves Acsi barátom, akit közben írja, hogy ez ilyen, de ilyen smiley-val hozzáteszi. Acsikám, ahelyett, hogy hülyeségeket írogatsz, inkább tárcsázza 489-0999-es számot, és ezt minden kedves hallgatónak így bátran mondom, akinek egy csöpnyi gondolat is megfogam még ezen a késői, ráadásul hétfő esti órában az eszébe. Egyébként ezen ugye a mai napig sokat gondolkozom, hogy én 2000. szeptember 4-én miért voltam akkora vadbarom, hogy pont hétfő estére tettem egy éjszakai rádióműsort. Hát hétfő este az emberek már régen alszanak, és nem azzal foglalkoznak, hogy akkor most bulizunk, és mi csináljunk, hát hallgassunk egy rádióműsort. Hát milyen népszerű dolog hétfő esténként rádióműsort hallgatni, hát nem hiszem, hogy ez így van, de azért bízom abban, hogy ma este még lesz telefonálunk is, tehát 489-0999 ez a számunk. És hát sajnos Attila továbbra sem tudja, hogy mi történt a múltban. Neki kiesett valami nagy buli lehetett ott Angliában, kedves barátom, ezek szerint, hogy nem emlékszel semmire, hogy mi történt, de hát Istenem, örülök neki, hogy ilyen az életed, és hogy ehhez most itt tudsz nyilatkozni, hiszen tényleg ez van. Ha nem emlékszel, hogy mi történt az elmúlt héten, akkor nem emlékszel. Én nagyon jól emlékszem, hogy mi történt az elmúlt héten. Színni dolgoztam magamat. Tehát olyan szinten nem volt pihenésem, hogy még tulajdonképpen ma délután is, ahogy készülöttem ide a stúdióba, és még előtte elmentem persze dolgozni is egyet, még akkor is az elmúlt hétről megmaradt feladatoknak a lezárásával foglalkoztam, hogy megkezdhessem ezt a következő hetet, úgyhogy kegyetlen dolog ez, testvéreim, hogy az iménti spotban is elhangzott. Tényleg nincs megállás, és tényleg az embernek folyamatosan felszínen kell maradni, jó pofát kell vágni a dolgokhoz, mosolyogni kell, és ugyanezt várja el tőled a családban a feleséged, az anyukád, apukád, a gyereked, a nagymamád, a nagynéni, a szomszéd, a házmester, a főnököd, a beosztottaid, a hetes buszon melletted ülő, mindenki azt várja el, hogy te ne legyél egy negatív elem az életében. Tehát ha már csak annyit szeretnél elérni, hogy téged békén hagyjanak, már ahhoz valamilyen szinten népszerűvé kell válnod. És én most megértem azt, kedves hallgatók, hogy ezek szerint ti nem akartok népszerűek lenni, mert ideig senki nem jelentkezett, és mondta azt, hogy sziasztok, én szeretnék népszerű lenni, úgy látszik, hogy ez titeket nem érdekel. Oké, megértem, mert engem sem érdekel, én sem szeretnék népszerű lenni. Ez tudom, hogy nagyon furcsán hangzik egy kvázi vloggertől és rádió műsorvezetőtől. Én nem azt szeretném, hogy én, Dabis Balázs Szilvius legyek népszerű. Én azt szeretném, hogyha az általam készített termék, azaz ez a rádióműsor, ez a Facebook Live-on futó vlog, ez válna népszerűvé, és azt szeretném, hogyha ez nem csak az én termékem lenne, hanem a tiétek is, kedves hozzászóló rádióműsor készítők, hiszen ti valahol ebbe a 2019. május 13-án élőben futó rádió műsorba beleszóló kedves hallgatók, tulajdonképpen a szerkesztői vagytok ennek az adásnak. Most hirtelen eszembe jutott, hogy miről nevezetes május 13-a az én életem szempontjából, de nem fogom elmondani. Találjátok ki!
Milyen nagy dolog történt velem május 13-án, ami egy ember életében csak egyetlen egyszer történhet meg. Aki kitalálja, annak virtuális motoros futáraink egy egész gyűjtőnyi virtuális motoros, nem, virtuális, nem, virtuálisnak virtuális, de rugós nyalókát fognak küldeni mindenféle ízben, úgyhogy már is érdemes csatlakozni a mai nyereményjátékunkhoz, tehát mi történt a hétszínű koponyányi monyokkal valamikor régen, május 13-án, majd a műsor végén lehet, hogy elárulom ezt, de hogy bízom abban, hogy esetleg majd kitaláljátok ezt ma este. Itt van velünk Német Ádám, aki írja, hogy sziasztok, jó régen jártam erre, de a zsíros gőz legyen veletek ma is. Neked is, kedves zsíros gőzöket kívánok, és fújok is egyet a rádiónéző gyerekek kedvére. Azért ezt a rádiók is hallották, hogy a berserker hogyan recsen meg itt a mikrofon kellős közelében. Aztán itt van Tódor, aki Pacsi Halival és sziasztokkal is köszön, természetesen úgy, hogy szaporodunk és sokasodunk itt az éterben. Acsi meg azt írja, hogy megismertél engem. Hát ezt nem bibliai értelembe tettem, Acsikám. Nem tudom, hogy ezt hogy érted, de híjál föl 489-09-99, tarts az, most esküszöm, úgy érzem magamat, mint a... Vannak ezekben nagyon el... majdnem csúnya szót mondtam. Szóval ezekben nagyon elrontott kereskedelmi televíziós csatornákban, amikor délelőtre nem tudnak semmi műsort kitalálni, még ismétlés sem, akkor odaraknak ilyen nénit bácsit, aki ilyen kamu nyereményjátékkal, tudod, hogy ki van írva, hogy LMA, és akkor előtte hiányzik egy betű, és akkor gyümölcs, az is oda van írva. És tök egyértelmű, hogy alma, és akkor hívja ezt az Ebel-díjas telefonszámot, és mondja meg, mi a megfejtés. És akkor persze lehet nyerni 300 ezer forintot, meg előtöltős szállítógépet, meg mindenféle dolgot. Azt mindenki hívja ezt a telefonszámot, de senkit nem kapcsolnak be, holott egyszerre 40 ezeren tárcsázzák. De a néni bácsi meg ott van, hogy na, vajon milyen gyümölcs lehet? Csak egy betű hiányzik az elejéről. Az ABC első betűje. Na, miért nem tárcsáznak? Senki nem tudja a választ, és akkor ezzel gerjesztik azt a folyamatot, hogy akkor minél többen, hogy úristen, de hülyék vagytok, hogy nem tudjátok, nem érdekel, hogy másodpercenként 190 forint plusz száfa, fölhívom, és akkor hallja, hogy valami fölveszi valami gép, meg ilyesmi, neki már ketyeg a másodpercenként 190 forint, rengeteg pénze elmegy mindenkinek, és aztán nagy nehezen valamikor 35 perc múlva valakit bekapcsolnak adásba, aki benyögi, hogy alma! És akkor ez egy tévéműsor. Na, hát én is itt az imént voltam egy kiállításon, ja, tényleg erről akartam is beszélni nektek, kiállítás megnyitón, és ott elmeséltem azt, hogy mai napig nem értelek titeket, kedves rádiónéző gyerekek, hogy mi a jó abban, hogy az én hájas fejemet nézitek hétfő este 10 órától éjfélig, de hát lelketek rajta. Én annak örülök, hogy ez a műsor így életképes tud maradni, hogy hozzászóltok. Mai témánk egyébként a népszerűség, vagy ha úgy akarjátok, akkor a népszerűtlenség, vagy hogy miért nem akartok népszerűekké válni. Bennem nagyon sokféle érzés van e tekintetben, tehát egyrészt az ifjúkori vágyaim között egyértelműen az volt, hogy nagyon népszerű szerettem volna lenni, mint költő. Komolyan. Tényleg. Más nem is nagyon volt bennem talán. Talán mint zenész is, de ahhoz képest azért annyira komolyan nem nyomtam a zenélést, hogy sőt úgy viszonyogtam tőle inkább. Pedig volt lehetőségem akkoriban zenélni, mert nagyon sok együttes hívott tagnak, tudták, hogy jó énekhangom van, tudták, hogy még hangszeren is játszom, tehát úgy voltak lehetőségeim, de úgy igazából már akkor is úgy láttam, hogy nem ez az én utam, tehát nem igazán akarok ebből bármit is kezdeni, de nagyon sokáig az a szent
hit fűtötte lelkemet, hogy belőlem majd valami neves, híres költő lesz. Aztán francot lett. Na most elgondolkozom, hogy kell ezt transferálni. Azt mondja, megnyomom a 23-ast. Igen. Most a csöng, ezt lerakom. Ezt megnyomom, ezt is lerakom. Ezt is megnyomom, és akkor azt mondom, hogy haló. Haló. Haló, Egyenzabot. Haló, Egyenzabot, ez sikerült, és a vonalban pedig Kecskemét, Interurbán. Szervusz, Hacsi barátom. Szervusz, Jézus, ha már ennyit kinyöröttél, érted, akkor ezen a hétfői napon, amit te választottál annó. A végén már föladtam. Már melyik végét adtad fel? Hát az, hogy be fogsz telefonálni, már azt hittem, hogy már itt hiába könyörgök és alászkodok meg, de nem fogsz, de ezek szerint akkor mégis sikerült. Nem, annyira dühítő, hogy már nem telefonál, de mindig csak az ilyen kaszott hangomat lehet hallani, hogy meg komolyan. Túl sok rajtad a basszus, nem tudsz egy kis magasat keverni magadra? Nem, hát nem. A legborzasztóbb az egész, hogy én sem, mert itt semmiféle equalizer nincsen, aztán csak ott a nyomorult kis potmétert nézegetem, ami nem is arra szolgál, hogy belőled kitekerjek valami hangot, de nagyon mély a hangot, de legalább emberes. Hát most nem tudok vele mit tenni. Pedig dolgoztam rajta, tehát ideig azért nem telefonáltam, mert nem. Nincs ott valaki a körülötted? Nincs. Mert ha megkérdéd, hogy jó alaposan rúgjon úgy a lábad közé, akkor lehet, hogy magasodna egy kicsit hallgód. Viccet félretéve, Marcsikám, örülök, hogy itt vagy velünk ma este, és köszönöm, hogy hívtál minket. Neked mennyire volt az életed során így fontos ez a népszerűség vagy népszerűtlenség? Mennyire befolyásolta a te értékrendedet, a hozzáállásodat a dolgok iránt? Hát ez mondjuk nehéz kérdés, mert én nagyon népszerű voltam az osztálytársaim körében, ellenben nagyon népszerűtlen a tanáraim körében. Na, és ezért voltál népszerű az osztálytársak körében, mert népszerűtlen voltál a tanároknál? Nem tudom, nem hiszem. Erről talán majd őket kell megkérdezni, tehát úgyse lesz osztálytalálkozó. Nem az az osztály voltunk, ami ilyen, hogy is mondjam, mint a osztály, vagy nem tudom, hogy apostrofáljam. De nyilván azért más erkölcsi tartalommal ruháztam fel az osztály közösség életét day by day annak idején, ami egyrésztről népszerű volt, másrésztről népszerűtlen, de egyébként azóta már tudom, hogy visszasírják az én csibészségeimet a néhai pedagógusaim, már aki még pályán van és nem a nyugdíjba, úgyhogy hát kérdés. Egyébként ez az egész téma, hogy valaki népszerű vagy népszerűtlen olyan, nem is tudom, olyan kikacsart, mert lehet, hogy van, aki egész életében úgy gondolja, hogy egy tök szürke hétköznapi emberi létet él, és nem tulajdonít a közvetlen környezetének túl nagy jelentőséget, hogy nem is tudom, hogy érzem ki magam, aztán utána kiderül, hogy lehet, hogy ő a közösségnek a mozgatórugója, anélkül tudna róla, tehát ez a népszerűség, ez teljesen szerintem sokrétű. Te el szoktál keseredni akkor, amikor mondjuk kiraksz valami vicces képet a közösségi oldalra, vagy valami jópofa gondolatot, vagy megírsz egy történetet, és mondjuk alig érkezik rá egy-két ilyen thumb up like, hogy kevesen reagálnak rá, akkor az téged úgy elkeserít? Szerintem az emberi kapcsolatokat nem lájkokban, meg kommentekben mérik, hanem tettekben, tehát az, hogy én kirakok valami ostobaságot, akkor az jó eséllyel azért rakom ki, mert én egyet már ötöttem rajta, és aki akar, meg van annyira kifinomult fejlett és tökéletes humorérzéke, mint nekem, akkor megosztom vele. De viccet félretéve nem szokott engem ez elkeseríteni, hogy valakinek tetszik, nem tetszik. Most nyilván a közösségi médiában lehet a legjobban mérni valakinek a népszerűségét. Én szerintem
ezek ilyen protokollkörök, tehát ez, hogy túlságosan mély ez az egész közösségi média és népszerűség index ahhoz, hogy egy hétfő esti két órában csak magát a jelenséget lehessen feszegetni. Ámbátor lényegre tapintottál egyébként, mert nagyon sokaknak szerintem ez a mérvadó, tehát az, hogy csinos vagyok, szép vagyok, egy pohár borra a naplementébe fotózkodom, húha, érkeznek rá kedvelések, érkeznek az irigylő kommentek, vagy az ismerő kommentek, hűha, 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 na most akkor lehet, mit tudom én, egy csodaszép gyerekem, akkor minduntalan posztolom róla a bárgyúbnál bárgyúbb élethelyzetben készült fotókat, mert a gyerek az egy lájkmágnes, és hogyha valaki tényleg lájkokban, kommentekben tudja mérni a népszerűségét, hát azt az ember tudom sajnálni. Ismered a Fekete Tükör című sorozatot? Azt hiszem egy angol vagy amerikai sorozat. Igen. Annak van egy epizódja, nem tudom, hogy abba belefutottál-e, amelyben egy olyan társadalmat vizionálnak, amely tulajdonképpen már valahol itt is van, de abszolút a népszerűségi indexben mérik azt, hogy kinek milyen jogosultságai vannak. Tehát például az elit negyedben ő bérelhet-e lakást, meg ehhez hasonlók, és egy fiatal csinos hölgy, akinek elég jó a népszerűség indexe, tehát azt hiszem, hogy a megszerezhető maximális 5,0-ból olyan 4,2 környékén áll, és 4,4-et kéne elérnie ahhoz, hogy bérelhessen ott abba az elit negyedbe, tehát előrébb juthasson, és hát meg is próbálja ezt a pár tizedes emelkedést, de olyan nagyon akarja, hogy hibákat követel, és egyszerűen lezüllik valami 2,0 alá, és az egész élete tönkre megy. Tehát egy nagyon-nagyon furcsa, nagyon fekete vízió ez az egész. Ugye az egész Black Mirror sorozat egy iszonyatosan beteg valami. Hát az, persze. Szerintem ahhoz azért komoly papírok kellene szakorvosok által, hogy valakinek ez a tartalom szórakoztató legyen abban a formában, amiben ezt megmutatják. Engem szórakoztatott. Elgondolkodtatott. Na igen, tehát az, hogy elgondolkodtak, vagy elszórakoztat, ez egy más kérdés, az én meglátásomból. Nem tudom. Az érdekes egyébként, hogy népszerűség ide, népszerűség oda, és most azt a témát kicsit anyagolva, hogy de mégis érintve, hogy mennyi ember beolvastál a műsor elején, hogy üdvözlöm A-t, B-t, C-t, itt van D is, na aztán E is bejelentkezett, és akkor van, ahogy úgy itt lejött a dolog, és olyan kicsikét olyan népszerű az, hogy téged kivéreztetnek az emberek, tehát mondod. Ezt nem egészen értem, bocsánat. Mert azt, hogy ugye alapvetően egy élő és interaktív műsorról beszélünk, amelynek a lényege pontosan, amit te is mondasz, hogy élő és interaktív. Így van, tehát a hatalom szerkesztők a hallgatók. És népszerű vagy ebből a szempontból, mert tényleg nagyon sokan hallgatnak téged. Hiszen beköszönnek, életjelet adnak, akár csak egy like vagy egy komment formájában, hogyha már így a közösségi média szóba került. És mégis hagynak téged kivérezni, tehát ahogy te is hoztad a példát, és jó előbb a fejemben volt az a nagyon híres német tévésopos Ürgének a neve, aki egyébként minduntalan a hívjál azonnal Horst, nem is tudom, hogy hívják, mindegy. Tehát, hogy stand-up Horst a mikrofon előtt, illetve a kamera előtt, hogy aki ugye Facebook Live-on követ, hogy nyilván valamilyen tartalmat szolgáltas, és küzdesz néha, mint malac a jégen azért, hogy kikacsart az emberek véleményét és gondolatát a témát illetően, de valahogy az emberek mindig annyira úgy csöndben maradnak. És máskor pedig, hogyha, tehát amikor kérik a véleményüket, akkor hallgatnak,
amikor nem kérik a véleményüket, akkor meg megszólal. Mert hát ez így a népszerűség és véleménynyilvánítás interaktív meg közösségi médiában most itt egy ilyen botán egy kocsvaszt összegyúrva. Nagyon jól látod, Acsi, egyébként ezt a szituációt, bár én nem tudok ebben a műsorban elképzelni olyat, hogy valakinek ne kérnénk a véleményét, persze ez nem is ez a közeg, de igen, hát amiről te beszélsz, az már ugye a trollkodásnak a területe valahol, hogyha az embernek a nincs is közlendője, akkor is valamiben kell, hogy ártson, vagy beleszóljon, vagy ott úgymond rendet csináljon a maga megoldásai szerint. Sajnos sok ilyen unatkozó betegember van társadalmunkban, világunkban, és így a intergalaktikus szuperstrádán, az internet különböző bugyraiban is föltűnnek ezek a figurák, de attól függetlenül azt, amit mondtál azzal kapcsolatban, azzal értek egyet, hogy ahogy az imént is hangsúlyoztam, nem nekem van népszerűségre szükségem, tehát én ezt a hétfő estét boldogan el tudnám tölteni népszerűségeskedés nélkül is, de örülök annak, hogyha ez a műsor tud adni nektek valamit, hogy itt vagytok, hallgatjátok, nézitek, hozzászóltok, stb. És ennek a műsornak viszont tényleg abban igazad van, iszonyú nagy szüksége van a népszerűségre, mert különben nem az a műsor lenne, ami. De és ezt te hogy értelmezed egyébként, vagy hogy tudod kezelni magát a tényt, hogy a műsor mint olyan népszerű, és mégis erőn felül próbálod tartani a témát, és megforgatva olykor-olykor, mint egy jó prédikátor, példabeszédekkel tarkítva, ösztökéled a népet a megnyilvánulásra, és de mégis hallgatnak. Tehát ennek szerinted mi oka lehet? Én egy ilyen servus servorum vagyok ebben a történetben, tehát én kiszolgálom magát a médiát, és dolgozom. Tehát ez egy munka, tulajdonképpen nem arról szól, mert nekem attól semmivel sem lesz jobb, hogyha itt többen hozzászólnak, nem kapok több fizetést a civil rádiótól, mert itt mindenki ingyen és szeretetből dolgozik. Nem fognak megválasztani polgármesternek, vagy képviselőnek, vagy semmi ilyesminek, mert nincsenek ilyen ambícióim, nem indulok semmilyen választásokon sem. Tehát nekem tényleg az ég egyet a világon, csak annyi hasznom van ebből az egész adásból, amit a múltkor is elmondtam, ami talán nektek is a hasznotok, hogyha valakit egy jó gondolat, vagy egy jó zene, vagy egy jó párbeszéd, akár most a mi beszélgetésünk, Acsi, feltölt lelkileg, akkor attól én is feltöltődöm lelkileg. Tehát ez egyfajta ilyen lelki, spirituális töltőáramkör, vagy nem tudom, hogy minek nevezzem. Tehát igazából én ezért csinálom ezt az egészet, és ezért élvezem csinálni. Értelek, persze, csak nem tudom, hogy talán engem az veled ellentétben, mert benned megvan a lendület, illetve a dinamizmus ahhoz, hogy illetben tarts egy témát, de hogyha mondjuk élőnek ott a stúdióba, és nem akarna megcsörenni az a fájni telefon, nem igazán érkeznének a hozzászólások a napi témához. Akkor benyögnéd, hogy menjetek ti a francba, én is hazamegyek. Hát nem, hát simán. Hát önben jó, ezt ugye nem. Nem, ebben a helyzetben te sem. De hát gondolod? Nyilván nem ebben a formában, de én nem tudom, tehát én lehet, hogy taktikát váltanék, és megpróbálnék ilyen provokatívabb stílust fölvenni ahhoz, hogy adott esetben ki kényszerítsem a véleményt. Hát szerintem én ezt szoktam csinálni, de most ilyen a terep, provokáld akkor a hallgatókat, tessék. Hát én már rögtön az elején úgy kezdtem, hogy kispolgárok, tehát hogy nyugvélek, úgyhogy ettől több provokáció már nem kell, mert már rögtön az elején kijelentettem. Szóval ne kispolgároztad az összes többi hallgatót. Vegyétek fel a kesztyűt Acsival, ez arcul csapás igen, volt. Igen, tehát kérdem szépen, hogy tessék nekem élő interaktív beugatni a 06148909999-et. Hogy tudod fejbe? Úgy az nagy örömére. Hát figyelj, tehát ma este már vagy háromszor szólítottál fel rá, így ebben a formában, hogy vegyed fel a telefont, és társadalmat, tehát
így szerintem álmomból fölkeltve is tudom azt. Mert hát azért nem tudom, tehát így a műsorodnak a lelkes rajongója vagyok, amikor éppen nem húzom a lóbért, vagy éppen nem lövöldözök valahol, vagy akármi. Tehát, húzom veled az igát, erre akartam kiukadni. Hát ez utóbbit nagyon köszönöm, kedves barátom, és azt is, hogy ma este itt vagy velünk, és telefonáltál, bizonyítva azt, hogy van telefonja a rádiónak, és be lehet telefonálni és hívni minket, de ezt lehet, hogy sokan nem is hitték el, úgyhogy ezért külön köszönet, meg az is, hogy megosztottad a véleményeket, meg az is, hogy te is föltettél nekem kérdéseket, mert tényleg sok mindenen elgondolkodtam én is, miközben ezeket megkérdezted tőlem. 73. 73. Szia, sziasztok. Acsit hallottátok Kecskemétről, kedves hallgatók, aki volt olyan merész, hogy hívta a 489-0999-es telefonszámot, hiszen ez a műsor élő és egyenes, és hát itt úgy látszik, hogy égnek a vonalak, mert Acsi provokációja már is működik, és ajaj, bocsánat, itt valamit elrontottam, de megpróbálom, igen, megpróbálom a kedves telefonálót adásba kapcsolni, és remélhetőleg ez már sikerült is. Haló, haló, ki ez van szerencsénk? Szervusz, Laci vagyok. Szervusz, szervusz, Laci, az igazi. Nagyon-nagyon sok szeretettel üdvözöllek téged itt a Másfél Holdpont televízió és rádió műsorában. Nézel is minket? Nem, mert már lelőttem azért a netet. De azért bekukkoltál, azt láttam. Be voltam kukkolva, igen. Aztán le voltam kisfolgározva, és akkor úgy gondoltam, hogy végül is... Az semmi, de még kukkoló is vagy. Ezer éve nem beszéltünk, úgyhogy szeretnék betelefonálni a népszerűség érdekében. Na hát, nagyon örülök neki, hogy a műsor alapító atya is itt van ma este velünk az éterben, és hát nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményedre, kedves Laci, az igazi, neked mit jelent, vagy mit jelentett az életedben eddig a népszerűség, mennyire voltál te népszerű bizonyos körökben? Hát valójában sem ennyire, de osztálytalálkozunk az nekünk lesz azért. Most június 1-én, úgyhogy... Ezzel Acsiba visszarúgtál, azt most érzed. Nem akarom bántani, nagyon, nagyon szimpatikus volt a hozzászólása, úgyhogy csak így távolba tudom üdvözölni őt. Nekünk most lesz a nem tudom hányadik osztálytalálkozónk június 1-én. 328. Hát osztva egy párral, de nem olyan sokkal. Úgyhogy a szám az közelít a valósághoz. Na, akkor menjünk vissza az iskolába, kedves barátom, már ennyire előhoztad ezt a osztálytalálkozós témát. Középiskolába, gimnáziumba te mennyire voltál népszerű figura, vagy voltak-e ott olyan kiemelkedő egyéniségek, akiket mondjuk követtek a többiek, vagy ilyen galerik-klikkek voltak-e nálatok? Nagyon-nagyon élménydús volt a középiskolai éveim, tehát nekünk, hogy is mondjam neked, az én osztályomból kinőtt egy olyan generáció, akik szinte egekig és a pokol legmélyéig süllyedtek, illetve emelkedtek, illetve süllyedtek. Tehát itt köztünk a mi osztályunkban akkor még volt kis titkár, nem nevetséges, de így van, és ez a kis titkár srác egy nagyon-nagyon ilyen csapatszellem, jó csapatszellemmel ellátott fiatalember volt, akinek a felszólalásai, vagy a megjelenései, azok mindig ilyen népszerűek voltak az osztály körében. És hát ő tulajdonképpen egy nagyon nagy cégnek a magyarországi vezérigazgatója lett. Annak idején most már nyugdíjas, és hát nagyon sokra vitte, mostanában is azért népszerű a kiskörében, építőiparról beszélünk, tehát tudjuk, hogy azért ez nem egy kiskör. Tehát annó is népszerű volt, most is az? Igen, igen. Aztán volt egy olyan srác, aki
aki úgy szerette az órákat úgy félbeszakítani, és akkor feltette a kis kasóját, és akkor amikor a tanár úr felszólította, akkor szeretnék kérdezni címmel, és akkor onnan kezdve az óra az félbeszakadt, mert őt feltett egy kérdést, és akkor azt kiboncolgattuk. Hát ez egy másik srác volt, és ő is most az ő kis köreiben nagyon népszerű egyébként, nem építőiparban, hanem egyéb területeken. Mit dolgozik? Csomagtartó kereskedelemben van. Autócsomagtartó kereskedelem. Aztán kik voltak még, milyen figurák? Aztán volt olyan figura, aki az én egyik legjobb barátom volt, akivel rendszeresen mentünk a Május 1 moziba délelőttönként filmet nézni. Suli helyett? Alatt. Hát helyett, vagy hát igen. Szóval, hogy így. Igen. Én is ebbe az iskolába szerettem volna járni, igen. Igen. És hát ő pedig hát hasonlóan egy kicsit hozzám, talán hogy közel áll a természethez, és a mai napon ő úgy áll, hogy van egy helyiségben egy lovastanyája, és gyerekekkel foglalkozik, meg az ő utódai azok ilyen magyar, nagy magyar lovas íjászok, meg hát szóval ezen a területen nem tudom, így ez mond-e valamit. Itt élnek és dolgoznak. Amúgy benne volt ő is az építőiparban keményen, de most már kiszállt belőle. De hát azért benned is megvan azért a természetközeli célok. Megvan még a ráckevei telket például? Hát az a telek az megvan még. Egyébként csak hát ez úgy van, hogy a nagy jár le sokat, és nekem még nincs időm annyira. Lejárni, én inkább maradok még egyenlőre a sport mellett. Aztán mit is mondjak még az osztályról? Bocsánat, hát, csak nekem annyira élesen él bennem az az emlék, amikor még a 2000-es évek elején betelefonáltál éjszaka a ráckevei telek körül, és ott hihetetlen tücsök orgia ment a háttérbe. Igen. És ezt nem tudom elfelejteni, ez egy olyan hangulat volt, hogy ezt most itt meg kellett említenem. Igen, igen, igen. Igen, meg ott volt egy kérdésem is. És pedig? Nem tudom, mennyire emlékszel rá. Azóta pedig se? Biztos, hogy emlékszel rá, csak... Lehet. Megkérdeztem tőled, hogy álltál-e már mesztelen a teli holdban szabadon. Igen, emlékszem, igen. Ugye? És ugye? Nem. Mert igen. Valamikor egyszer egy teli holdas estét te mesztelenül telefonáltál be ebbe a rádióműsorba? Ez pontosan így van, igen. Tiszta pornográfia. Igen. Na jó, hát a mesztelenség az nem feltétlen pornográfia. Jó, lehet, igazad van. Lehet egyszerű naturizmus is. Úgyhogy, de a teli hold és a teli holdnak az ereje az mindig benne van a mai napig is. De most így ezt komolyan, mint egy festményt elképzelem, Laci, hogy te ott állsz a ráckevei Dunaparton, süt rád a teli hold, kezedbe a mobiltelefon, agyaszült mesztelenül állsz ott, és telefonálsz a másfél holdban. Vagy gyönyörű. Pontosan így volt. Tényleg gyönyörű. Tehát most nem vagyok, na, szóval heteroszexuális vagyok, de én is gyönyörűnek tartom ezt. Ott nem voltak ilyen típusú kukkolók, mint manapság, mint ahogy benéztem én is a tévéadásot. Ja. Neked személy szerint aztán a következő években mennyire volt ez fontos, vagy miben volt fontos, hogy népszerű legyél? Igazából ott lett volna fontos, hogyha a mély gondolataimra találok követőt, találok olyan társaságot, és pontosan a másfél holt ponton belül, akik ezt éreztek volna, amit te a mai napig is próbálsz, vagy szeretnél. Ami ugye valahol túl van egy olyan ponton, ami a mai anyagi valóságnak, és mindig a mai
még mindig a mai anyagi valóságnak a megfelelője. Amikor az ősi alapgondolatunk, amivel indult is ez a műsor, hogy igenis nem a pénz határozza meg az életet, és igenis van egyfajta kapcsolat az emberek között, ami túl van azon, ami akár az internet, vagy akár a telefon, vagy akár a közvetlen emberi kapcsolat. Ez nagyon benne volt az első években, és a másfél holdpont klub az valahol ezt a célt tűzte ki maga elé, hogy összegyűjtse ezeket az embereket, akik ebben hisznek, és akik érzik ezt, és tudják ezt. Nem csak érzik, hanem tudják is. Én valahogy nem is tudom, hogy volt a kérdés eleje, tehát én valahogy abban hittem, hogy ez kiteljesedik, és ez valami szép lesz. Aztán látod, mi lett belőle? Nem lett ebből semmi rossz, tehát jó dolog lett ebből, és jó dolog mai napig is. De még mindig nem váltottuk meg a világot. Nem. Hittem, hogy talán sikerül, de még mindig lehet, hogy lehet. Hát, Laci, lehet, hogy a mi feladatunk csak annyi volt, hogy magokat szórtunk. Igen, ez is valami azért. És azért volt itt egy-két olyan ember, aki ezeknek a magoknak a szétszólásához nagyon erőteljesen segített. Úgyhogy én viszont dicsekedhetek, és persze ez nem népszerűség, de a pici fiam, aki ugye, hát akkor még közel kis pelenkás volt, amikor beszélt, vagy elindult a másfél holdpont, most a Southamptoni Egyetemen diplomázik ebben az évben. Most volt éppen a hétvégén nekik egy ilyen startup, ami a shooterverse.com-on is fut, a jövő világa gyakorlatilag, és bekerült az első hatba, ami azért nem kis teljesítmény egy egyetemen. Azon kívül felvették az Imperiálra, ami Londonban mesterkurzusra, hogyha sikerül neki a diploma. Abban a témában, hogy is mondják ezt angolul, várjál, már is mondom, climate change management. Klímaváltozás management. Úgyhogy talán ez a maga, ez jól lett elszórva. Hát így van, és bízunk abban, hogy legalább már az utánunk következő generációnak tényleg sikerült tevőlegesen tenni valamit ennek érdekében. Egyébként én is 28-án egy filmfesztiválra megyek, ahová a lányom, a 8 éves lányom és a 6 éves fiam közösen csináltak egy dokumentumfilmet a csupasz turkálókról és a denevérekről. Rendkívül édes, tényleg abszolút a iránymutatásunk nélkül vették fel egy mobiltelefonnal, és így felváltva szerepelnek benne. És hát amikor megnéztük, akkor nem mi is biztosak voltunk abban, hogy ezt értékelni fogja majd a szakmai közönség, és hát így is lett, úgyhogy ezt nem tudjuk még, hogy mit nyertek, de valamit az biztos, úgyhogy én is nagyon büszke vagyok a gyerekeimre. Úgyhogy szerintem ezt nyugodtan el lehet mondani, akár így a nagy nyilvánosság előtt is. Ugye a magok jól el vannak szórva. Jó, hát ez nagyon jó dolog, és remélem, hogy neked is lesz ilyen nagyon pozitív élményben részed, mint nekem az utódaiddal kapcsolatban, úgyhogy ehhez csak sok sikert tudok neked kívánni. Erre törekszem, kedves Laci, és hát bízom abban, hogy
hogy azok a... Kicsit bocsánat, csak pittyektél, nem hallottam, hogy mit mondtál. Tehát abban bízom, Laci, hogy azért, amit 19 évvel ezelőtt elkezdtünk itt, hogy azért az nem múlik el csak ilyen magállapotban, ahogy vagyunk, hanem hogy előbb-utóbb azért tényleg, bár én most már tényleg minimálban nyomom, tehát én már annak is örülök, hogyha rá tudok venni néhány embert ezen a hétfő esti késői órán, hogy egy kicsit lélekben gondolkodjon el velünk. Tök mindegy, hogy mi a téma. Tök mindegy, hogy ahhoz, hogy szól hozzá, mit szól hozzá, hanem már csak annyi, hogy már hallok egy-két lelket megrezdülni, én már annak is örülök, mert már az is valamit tesz annak érdekében, hogy ebben az elanyagiasodott, kegyetlen világban, ami azért 20 év alatt nem lett jobb, azért, hogyha még mindig találok olyan figurákat, akik képesek megrezdülni lélekben, akár nyilvánosan is, akkor talán még nincsen minden veszve. Igen. Van és ezért érdemes csinálni, hogyha csak egy-két ember van, akkor is megéri. Van Oroszországban egy jeladó, már nem tudom melyik frekvencián, de azt hiszem 6300 valahány kilohertzen sugároz. Buzzernek is hívják, egy ilyen ta, így hangzik körülbelül. Aha. Ez folyamatosan csak ezt az információt adja ki, semmi mást. És amikor ez megszűnik, akkor ez azt jelenti, hogy kitört a nukleáris világháború. Ez komolyan, ez a szovjet időkből, a hidegháborús időkből fönnmaradt, és néha szoktam hallgatni, és úgy megnyugszom azon, hogy na, még mindig a buzzer az nyomja. Akkor még élünk. Még jó. Nincs itt a végvégé élünk. És nem a Matrixban vagyunk, hanem valóban élünk. Ez a műsor is való egy ilyen buzzer. Igen. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, Mester is. Én köszönöm, hogy beszélhettem veletek, és mindenkit üdvözlök. Azon kívül nem tudom, van-e lehetőség egy kis Laurie Andersonra. Minden bizonnyal van, természetesen. Azóta is Laurie Anderson a kedvenc? Imádom, de van egy új. Na, ajánlj nekünk zenét. Ő az az. Zaz? Zulu, Alfa Zulu, Zé az Zé? Igen, a francia. Tudod. Nem tudom, meg de van. Majd utána nézek. Zé az Zé. Tehát Zaz a neve. Szerintem négy vagy öt évvel ezelőtt voltam kint Budapest Parma koncertjén, most meg ilyen. Hát valami fantasztikus kis csaj, én úgy látom, hogy ő az Edith Piaf utódja, de imádja a zenét, és mindenféle és hasonlók van benne, van nagyon-nagyon-nagyon lendületes kis kedvenc. Hát ő más stílus, tehát ő nem az a fajta, mint Laurie Anderson, mert Laurie Anderson ugye avantgárd művész, és neki nagyon sok egyéb dolga is van, mint a zene. Ő inkább Peter Gabriel-es, mint ahogy az előbb játszottál zenét, mármint, hogy Laurie Anderson, de az egy kicsit francia, hát ő francia alapvetően. Bele fogunk szeretni, Lacikám. Köszönöm még egyszer a hívás előtt. Na, ha találsz egyet, akkor lökjélve egy kis azt. Körülnézek a gépen. Szervusz. Van neki elég szépséges, sok szépséges dala. Köszönöm, Szilvusz. Én is köszönöm, szia, Laci. Köszönjétek, szia. Coming in.
We Roman legions wend our way through ever-widening roads of empire. Along straight tracks to new horizons, gilded in soft-tinted campfire. Old Perineum, Dubon, Norum, Guru, Plernum, Cantiacorum, Bold Londinium offers voice in Market Square and Open Forum. Saxons, Danes and Normans, on the whole a curve of learning. I'll be great in spirit battle on Somerset levels left capes of burning. Will he conquer, work cut out in Doomsday Page, it marks our number. Sheep and pigs amongst the hundreds, but tithes and taxes to encumber. Pizza Palace, Burger Kingdom, cocaine, cola, nylon stockings, Playboy, Newsweek, Time of Life, G.I. Joe, Spam, Fritter, Shocking. Cold War sparring, lengthy spooking, Grosvenor Square, the London Station. Elvis hips and Monroe lips, John Birch against United Nations. Bubblegum and Googlebum, Facebook claims its social network. Apple Mac, an iPhone app, Gibson Sonic fretwork. Star Trek, Baywatch, Friends, Sopranos, West Wing, Mad Men, Walking Dead. Officer Rick will turn the trick and banish zombies from our heads. Másfél holt pont, sovány vigasz egy túlsúlyos világban. Dust in my eye. Well, I'm not the type to cry. It's 4 a.m. I'm standing by the bed where you lie, sleeping the sleep of the newborn. Put my finger to your lips, warm hand. Five a.m., lift your hand and open it. Then you slipped away. You slipped away. Death, that creep, that crooked jerk. He comes walking. He comes sneaking down that long, irreversible hallway. Grabs you in your sleep.
walk outside to the parking lot. Bright coins of water on the sidewalk. Big white building where your body lies stands in the middle of the fields. I see air, and after all the shots, the way the heart unlocks. We slip away. I'm thinking about the way that. És a nóta, ne Laci az igazinak. Lori Andersontól a Slip Away, hát ezek tényleg ilyen közel 20 éves emlékek már, ahogy Lacival ezt a műsort csináltuk annó, bár ő ebbe a stúdióba, nem is ebbe egy másikba. Nem sokat volt, talán két alkalommal, de a hangja az akkoriban állandó jelenlétet képezett, és ezért is különösen öröm számomra ez a mai este, hogy ő itt volt velünk, és hallatta a hangját. És újra csöng a telefon. Fölkapom, ki az? Itt Lori beszél, na mi van, szevasz? How you taught me how to win, and how to lose, and how to fight the crippling blues that I was born with, bad dreams and nightmares. Ooh, they slip away. Remélem, Laci az igazi nem haragszik meg rám, hogy lekevertem ezt a csodálatos nótát, de Erzsébet az imént, aki telefonált, jelezte, hogy menne aludni, úgyhogy őt most bekapcsolom adásba, hogy ezzel az egy perccel is hamarabb lehet, hogy menni aludni, kedves Erzsébet. Én dolgozó ember vagyok. Megértem, én is. Te is. Igen, csak én nem napi 8 órában, hanem napi 16 órában dolgozom, de mindegy, neked kell, hát, kell nekem nem. Hát akkor én is, de hivatalosan 8. Na, örülök, azon kívül van még mindenféle munka, plusz 8-on kívül. Nem is tudom, hogy mikor volt utoljára olyan rádióműsor, amiben ilyen sok betelefonáló volt, hogy már, hát, már a harmadikat számolom. De azért köszönöm, hogy hívtál minket, és itt vagy velünk. Te is egy népszerű ember vagy itt a civil rádióban. Abszolút nem vagyok. Nem vagy népszerű ember a civil. Ebben nem. A műsorban az vagy, már bocsánat. Az lehet, de én az nem vagyok, az biztos. Civil rádióban. Sőt, inkább az ellenkezője vagyok. Komolyan, a más műsorokban téged nem szeretnek? Nem műsorban, úgy általában. De most én a civil rádióról beszéltem. Azt nem tudom, de úgy általában nem vagyok népszerű ember. Sőt. De miért? Ez ellen teszel is, hogy ne az legyen? Én sose törekedtem. Nekem sajnos van egy ilyen problémám, ezt mondta nekem az egyik nagyon kedves ismerősöm, akit már nagyon régóta ismerek, hogy nem vagyok eléggé diplomatikus. Aha. És hát sajnos, ha nekem valami nem tetszik, azt én megmondom. De hogy Isten, még igazságérzeted is van? Az nekem sajnos túl felfokozottan megnőtt igazságérzetem van, igen. Hát akkor ne csodálkozz azon, hogy nem vagy népszerű. De én nem is akarok. Uh-huh. Mert ha én most nem tudnék az igazságérzetemnek hangot adni, akkor, és nem tudom, jópofiznék helyette, akkor érezném magam rosszul. Inkább megmondom. Miért fontos neked az, hogy inkább igazságot szolgáltas, vagy az igazság pártján állj, mint az, hogy... Mert az előre visz valahol, szerintem. De ha népszerű vagy, az is előre visz. Az nem. Téged? Én úgy érzem, hogy az, a népszerűség az a mai világban nagyon szomorú, valahol azonos egy kicsit a felszínességgel, a külcsínnel, nem igazán, ami az igazán mély, értelmes emberek, akiket én ismerek, azok nem népszerűek. Na itt most a rádiónéző gyerekek láthatták, hogy én közben bőszem bólogatok, sajnos mert nem. Igazad van. Nem, az igazán népszerű emberek nem igazán mélyek, értékesek és mélyre szántóak, hanem ilyen kis csiribili, ilyen, ja, ha jópofizós, nem.
És hát nem is mindig őszinték, mert hát ugye az őszintesség az nem fér bele ebben a műfajban. Te is ilyen embereket kedvelsz, tehát számodra nekem is? Nekem az egyetemen szerencsére vannak ilyen nem népszerű, normális emberek. De, bocsánat. De ők számodra de népszerűek. De számodra népszerűek. Tehát én szeretem őket, de úgy ők uh-huh. nem népszerűek. De ilyen a szószoros értelmében nem népszerűek. Nem, legalábbis nem veszem észre, hogy azok lennének. Aha, értem. Tehát akkor maga a népszerűség számodra mondhatjuk azt bátran, hogy tulajdonképpen nem is érték, sőt. Nem. Hát nem azt mondom, hogy most ilyen magába gubózó senkinek, akinek egy fél barátja sincs, most nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a népszerűség az, amikor a nagyon sok. Tehát ilyen olyan sok ember rajong érte, sok ember odafigyel rá, stb. Stb. Sok ember ismeri. Sok ember, igen. Én egyszer voltam népszerű egyszer az életemben, én ezt nagyon megszenvedtem. Piszkosul megszenvedtem. Szerencsére elég hamar vége volt, mert ugye minden csoda csak 3 napig tart. Nekem az a 3 nap is sok volt. Elárult, hogy ez mitől lett? Hát amikor elmentem ebbe a vágóvetélkedőbe, utána a tévéképen egy kicsit nekem alátett a dolgaimnak. Ott meddig jutottál, vagy milyen fordulóig? 5 millióig. Ezt meg is nyerted akkor ezek szerint. Már az 5-öt megnyertem, na, igen. Én nem tudtam, hogy te voltál ebbe a... Voltam, igen. Ez a mindent vagy semmit, vagy mi volt ez? Nem, már legyen ön is milliómosba voltam. Legyen ön is milliómosba voltál. Na, már nagyon régen volt. Na, hát sajnálom, hogy nem jutottál el, azt hiszem 40 milliót lehetett ott nyerni, vagy? Nem akartam. Uh-huh. Megtiltották otthon. Ja, értem. Azt mondták, hogy meg nem merjen próbálni a 40-et. Mert annyi... Nem azért, mert aki nagyon sokáig elment, ez a postás, meg mit nem tudom, hogy biztos emlékszel. Nem nagyon néztem, azokat de biztos. Azokat utána a magánéletükben zaklatták elég gyakran. Kimentek a aha. lakásukra, meg ide-oda hívogatták, meg szóval ilyen, hogy mondjam, népszerű embert csináltak belőle, és én erre alkalmatlan vagyok, tehát én nem akartam. De mégiscsak bosszant az a dolog talán, hogy tulajdonképpen lehet, hogy a 40 milliós kérdésre is tudtad volna a választ, nem? Valószínűleg. Uh-huh. Hát volt, amikor volt akkor még nem volt 40, akkor még csak azt hiszem, várjunk csak 20 volt. Akkor még csak 20 millió volt, azt hiszem, vagy nem tudom, már mindegy, nem érdekes. Amikor valaki eljutott a legvégén, én tudtam otthon. Uh-huh. Tehát valószínű meg tudtam volna oldani, ha nagyon akarom. Ha csak nincs nagyon nagy szerencsétlenséged, akkor lehet, hogy nem. De nem is volt cél, tehát nem az volt, hogy akkor én most itt be. De különben az nem annyi, amennyi, azt ugye tudjátok. Az nem 40, hanem csak a fele volt. Le kell többit elvitte az adó. Igen. Tehát ott 40%-os forrásadót levontak belőle. És akkor mi volt, hogy így a 7-es buszon leszorítottak, hogy jaj, hát maga volt ez a vágó műsorban, csapkolok? Elég kellemetlen volt, mert a EGRI kollégiumban éppen nyaraltunk, amikor leadták ezt a műsort, és másnap volt, tehát az első műsorban nem jutottam a végére, hanem átcsúsztunk a második műsorra. És hát én a vonal, hát ugye ezt ugye felvételről adják, ezt tudni kell, tehát nem élőbe megy a dolog, és akkor ezt már régen fölvették, én meg éppen Egerből jöttem haza, és elég kínos volt, mert a vonaton ott mindenki ott odajött, és akkor meg édelget, meg gazsulált, meg mindent, na jó, van, mondom, gyerekek, lehet engem békén hagyni. Még egyszer nem mondom, mert senki ne hagyjatok engem békén. Az volt a nagyon érdekes, hogy volt nekem akkor egy főnököm, aki addig egy ilyen mezei szürke egér könyvtárost látott bennem, aki csak beveszi a könyvet, meg kiadja a könyvet, és egy ilyen gép, tudod? Se lelke, se esze, csak úgy a könyvet ide-oda alogatja, mert oda jött hozzám, és elkezdett köszönni. Na már megérte. Lehet, hogy ez többet ér, mint az 5 millió. Elkezdtek nekem köszönni. Ez jól esett. De a továbbiakban nem. Na mindegy. Na, ezek után közölték, hogy ha már én ilyen gazdag vagyok, akkor nekem nem kell fizetésemelést adni. Na jaj. Ez most is szó szerint. Visszaütött a dolog ilyen szempontból. Egy kicsit vissza. Mindegy, szóval nem élveztem nagyon én ezt a népszerűséget. Szerencsére elég hamar elmúlt, úgyhogy utána már úgy nem forszírozta senki a dolgot. Most már senki sem emlékszik rá. Hogy... Most már nem, hála jó Istennek. De a felvételt remélem nem adják le még egyszer, úgyhogy nem ismétlik hiszem. Meg. Nagyon szeretném, ha nem ismételnék meg a dolgot. Na mindegy, de nem, én úgy érzem, hogy eléggé
Tehát aki állandóan ebben él, annak nagyon nehéz lehet. Baráti körben, családi körben mennyire fontos a népszerűség? Vagy érdemes egyáltalán beszélni erről? Mi az, hogy népszerű? Hát, hogy mit tudom én, hogyha összejön a nagy család, akkor nálunk például... Most akkor túljópó fizik, vagy mi? Aha, igen, tehát van egy ilyen vidám akárki, vagy aki ott szervezi. Tehát nekem például a nagynéném egy ilyen nagyon népszerű figura. Hát a kultúrátan teszi, akkor rendben van. Úgy teszi, igen. Akkor rendben van. De én nagyon sokszor kerültem olyan szituációba, ahol ez nem kultúrátan történt, tehát csak egy ilyen kényszeres... valami volt, és akkor mindenki ott, szóval kicsit olyan, mondjam, primitívre sikeredett, és akkor én úgy éreztem, hogy akkor ez most nem jó, nem népszerű. Értem. Kicsit erre mondták, hogy sznob vagyok, de hát nem tudom, biztos nem tudom, sznob, lehet, hogy sznob vagyok, vállalom. De azért te sem vagy egy ilyen háttérbe húzódó nem. figura ilyenkor, hanem azért... Nem, de ezért ebbe az irányba nem mozdulok el. Szerintem tehát te... Nem megyek bele ilyen típusú beszélgetésekbe. Most kimaradok. Egyébként kéz a kézben jár a népszerűség és a népszerűtlenség ebben az országban, de lehet, hogy az egész világon mindenütt. Tehát azok az emberek, akik valamilyen szinten elérnek valamit, vagy letesznek az asztalra valamit, és népszerűvé válnak, azok az irigyeik körében már biztos népszerűtlenné is váltak egyúttal. Tehát egyszerre kell megküzdeni mind a két oldallal, és ez benne a nehéz, hogy sokszor kapod, ugye, én emlékszem például a egyetemi éveimben, én sokszor dolgoztam DJ-ként, és az egy elég nehéz szakma a tekintetben, hogy nem csak föl kell tudni pörgetni egy bulit, meg ott keverni, meg ritmusra vágni, meg ilyesmi, hanem ott folyamatosan konfrontálódik az ember. Ez egy önálló szakma, nem? Igen, de azokkal konfrontálódik, tehát hozzád, ritkán jönnek oda azok, akik élvezik a bulit, mert azok táncolnak. Hozzád azok jönnek oda, akiknek nem tetszik az, amit csinálsz, vagy kérni szeretnének valamit, de azt is hát részegen ugye olyan stílusba adják elő, hogy játsszál már tankcsapdát, te bunkó állat, nem igaz, hogy ezt szar diszkót nyomod egész este most már, nyomjál valami rokkosabbat, vagy szétverjük a pofádat. Tehát körülbelül ez mondjuk egy ilyen finomabb megszólalás volt, igen. Rádióbarát kivitel. Kihagytad a kifütyüléses szavakat. Igen, azt nem akartam most fütyülni. Helyes, igen. De hát kegyetlen, és ez két percenként érted. Tehát két percenként jönnek, lehet. És mondják, és rugdosnak, és rángatnak, és biztonsági őr jön. Tehát ez ilyen kegyetlen, és így nyomsz végig egy estét, és közben látod azt, hogy 400 ember meg ott önfeledten bulizik, de mindig van 10-15, akinek népszerűtlen vagy. Aki mérgez, igen. De azt kapod meg élőbe, egyenesbe, a többi meg csak ott távolban van ott, mint a munkád eredménye, szóval sokszor nehezebb elviselni a népszerűségnek az irigyeit, meg a háttérben ellened dolgozókat, mint azokat, akik táplálkoznak, energiát nyernek abból, hogy te jó dolgokat csinálsz. Most én ezt idegenvezető koromban tapasztaltam, hogy volt 40 darab ember, bocsánat, ledarabozom őket. Volt tényleg pár darab, és a többi normális. Tehát az a pár, az a darab volt. És az a pár darab, az igencsak mérgezte a többit. Tehát ilyen tahó, bunkó stílusban odajött hozzám, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, és akkor nem mondom, hogy milyen szavak kíséretében, az volt a mondani valójának a lényege, hogy ne beszéljek annyit a buszon, mert zavarom őt az alvásban. Ez most nem vicc. Bocsánat, hogy röhögök. Na. Ennyi. Hát értem. Tehát mert hogy én őt zavarom az alvásban, és egyetlen kérdése volt, hol milyen szeszt lehet kapni. Pont. Ő ezért jött, így van. Igen. Mit magyarázol neki a barokról? Miután én erre nem tudtam válaszolni autentikusan, hogy milyen szesz pontosan mennyibe került, ezért úgy döntött, hogy én alulművelt és elkészületlen vagyok, és ez szó szerint beleírta a jelentésébe, az idegenvezető jelentésébe, hogy alulművelt és felkészületlen. Hát ez a minimum, amit tudnod kellett volna, kedves Erzsébet. Hát világos, miután meg se kóstoltam őket, na mindegy, meg hogy mennyibe került, különösebben nem érdeklődtem a dolog iránt. De a csoportnak volt egy ilyen törékeny értelmiségi része, azokkal semmi bajom nem volt, úgyhogy rájöttem, hogy én a 40 emberből 28-al tudok értelmesen kommunikálni, a maradék 12-vel nem. És azok a végén egyébként megköszönték, akik körében népszerű voltál, nem? Nem voltam népszerű, hanem elfogadtak. Így van.
De a maradék 12-vel nem tudtam mit kezdeni. Na most valószínűleg az a jó idegenvezető, aki a maradék 12-vel is tud valamit kezdeni, én nem tudtam velük mit kezdeni, mert engem annyira irritált ez a hozzáállás az egész dologhoz, hogy nem voltam velük goromba természetesen, de nem voltam köztük igen népszerű, meg is kaptam a fejemben mindenhoz, hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, mondtam, hogy jó, lehet, én ilyen vagyok, pont. Hálátlan egy szakma ez is. Hát az is meglehetősen, igen. Azt vettem észre, amikor fiatal koromban voltam idegenvezető, hogy azok voltak népszerűek, akik ilyen felszínesek voltak. Tehát jó pofisztak a mikrofonba, meg ilyen idétlen vicceket meséltek, meg mentek a csoporttal táncolni, és hülyítették a csajokat. Szóval én azt láttam, hogy ez volt a népszerű. De aki felkészült volt, és a dolgát végezte, az nem volt népszerű. Erzsébet, tehát nagyon köszönöm, hogy mindezt megosztottad velünk. Nagyon, én most azt hiszem, ennek már szerencsére a héten vége a szorgalmi időszaknak. Ekkor jó pihenést kívánok. Hát, úgyhogy most már nem lesz több órám, nem kell több ZH-t javítani, úgyhogy most már csak a... És te vizsgáztatsz? Nem, én csak gyakjegyet adok. Akkor neked itt már beköszöntött a havai nyár. Hát azért még van 2 hét, mert még azért nem zártam le a drágáimat, de azért... Laci volt az, aki azt mondta, hogy nem emlékszik rá, hogy mit csinált egy hét alatt? Nem, Attila az volt. Attila volt. Hát én sokáig sorolnám, hogy mit csináltam egy hétig. Sajnos emlékszem mindenre. Van annyira sok volt. Köszönöm szépen a hívásodat, Erzsébet. Na jó, csak hát én meg kell aludni tényleg, mert honnan fogok beszélni. Spakolj, Malusi, paka. Hát kedves barátaim, Acsinak mondom itt közben, hogyha még itt van velünk, hogy a provokációd látod, milyen jól bejött, kedves barátom. Azóta egyfolytában csöng a telefon, telefonszámunk 489-0999, elmondom azért, hogy közben milyen hozzászólások születtek. Ha már Acsinak köszönöm itt a nagy betelefonálási dömpinget, akkor elmondom, hogy az mit írt Acsi. Az UVB-76 a hívójele egy oroszországi rövidhullámú rádió állomásnak rendszerint 4625 kHz-en ad. A rádiózók angolul The Buzzer nevet adták neki, erre jól emlékeztem. Ennek oka a rövid, monoton, percenként, elvesztettem az egeret, 25 hangot kiadó zümmögő hang, amely a nap 24 órájában szól. Az állomást 1982 óta tartják számon, hogy igazából mit jelent, mit nem, erre csak ilyen teóriák vannak, de nagy valószínűséggel azt jelentik, hogy nincsen semmi, világbéke van, és amíg ez a hang szól, addig az is marad, legalábbis én így olvastam, vagy így tájékozottam erről a rádióról. Akarjátok hallgatni, akkor vegyetek rádió, rövid hullámú rádióvevőket, és akkor óriási nagy élményben lesz részetek. A családotok körében rendkívül népszerűtlenné fogtok válni, ez biztos. Itt van velünk Mester Zsolt Gödöllőről is, aki a fórumokban írogat nekünk, úgyhogy ezért oda kell most belépnem, hogy el tudjam olvasni Zsoltnak a gondolatait, aki az egyedüli, aki ma este a rugós nyalóka kedvéért ráugrott a témára, és találgat, hogy ezen a napon, azaz május 13-án mi történt velem, ami egy ember életében csak egyszer fordulhat elő, azt írja, hogy ezen a napon fejezted be az írásbeli érettségit, ez nem igaz, mert azt más napon fejeztem be, és más évben is. Aztán Zsolt írja Gödöllőről, hogy nyilván azért, mert én nem így szocializálódtam, nekem kifejezetten ellenszenves a napjaink, itt most bonyolult dolgok lesznek, napjainkban divó, feliratkozó és ismerős gyűjtés. A YouTube-on rengeteg zenét hallgatunk, de ott nem iratkozom fel a kedvenceimre sem. Valóban igaz, Zsolt, hogy van ebben valami rendkívül ellenszenves történet, és nem véletlenül, amit emlegettem, ez a Black Mirror fekete tükör film, mert abban is egy ilyen hihetetlen, hogy hová vezet, hová juttatja a társadalmat ez. Azt hiszem, Laci említette azt, hogy vagy Acsi már, nem is tudom, hogy nem a népszerűségi mutatók alapján, hanem a tettek alapján kellene megítélnünk
a politikusokat, a barátainkat, a társainkat, a családtagjainkat, a kollégáinkat, stb. Én ezért is utáltam azt, amikor osztályozni kellett az egyetemben a tanárokat, hogy ki mennyire. Hát úgyis az volt a legnépszerűbb, aki a legvagányabb volt, aki eljött velünk a kocsmába este, meg ehhez hasonlók. Úgyhogy ez egy ilyen átkozott történet. Viszont itt van még néhány hozzászólás, amit nem olvastam, többek között Tódorét sem. Én csíplek. Ennyi. Kellemes csalódás voltam az is, amikor személyesen talisztunk, és élőben is olyan voltál, amilyen valódiban. Most ezen elgondolkoztam. Hát én mindig olyan vagyok, mint amilyen valódiban, hiszen nem tudok nem valódi lenni. Többször próbáltam már, kedves Tódor, de tényleg, engem így szült meg az édesanyám. Igaz, akkor nem volt rajta mennyi ruha. Aztán ilyen, nem azt írja, hogy amilyen valódiban, hanem amilyen a videóidban, de már fáradt vagyok, és már lehet, mert nem kéne ilyenkor megszólalnom se, nem, hogy rádió meg televízió kamera előtt ülni. Kb. Azért nézlek itt is. Ja, és ugye jók, elgondolkodtatók akadt témák. Hát ezt köszönöm, és igazából, tehát ahogy hangsúlyoztam is itt a műsor elején, hogy én nem a saját népszerűségemet kergetem sem itt, sem a vlogjaimban, hanem igazából egy adott témát, legyen az akár az e-cigaretta szentügye, vagy a rádiózásé, vagy a lelki gondolkodásé, vagy bármi más, amit fölkarolok. Tehát Damis Balázs Szilvius a maga mázsa fölötti súlyával, termetével, aki nem tör politikai ambíciói nincsenek, nem akar pénzt keresni a népszerűségével, meg hasonló dolgokkal. Tehát nekem nincs szükségem arra, hogy népszerűvé váljak, sőt voltak bizonyos helyzetek, amikor, hogy Erzsébet is említette, bár én annyira azért durván nem éltem ezt meg, de voltak bizonyos helyzetek, amikor már kezdett terhessé válni a népszerűsége valaminek, amit elértem, mert nagyon sok időt elvitt tőlem, családtól, munkától, egyebektől az, hogy a népszerűséggel kellett foglalkoznom. Hát hál' Istennek azért nem volt ez olyan vészes időszak az életemben, de megéltem ezeket, és inkább nehézzé tette az életemet, mint mondjuk inspirált volna. Tehát én sem vagyok az, aki túlzottan szeret népszerűvé válni. Ruzsa Viktor írja, hogy én nem szeretnék népszerű lenni, de önhibámon kívül az lettem. Legalábbis a saját ismeretségi körömben, a civil rádió által. Persze a rádiónak köszönhetően ismertségre is sikerült szert tennem, ez teljesen rendben is van. Egy a fontos, hogy a népszerűséget helyén kell kezelni. Nagyon okosat mond Viktor, figyeljetek rá. És sokan itt véreznek el, hogy a népszerűségből átcsapnak egoizmusba, és ha ez a bizonyos ego nagyobb, mint a valódi tudás, akkor lehet aztán nagyot koppanni. Ez a nehezebb része. Én úgy érzem, sikerül helyén kezelnem a népszerűséget. Jó a broadcasting, így például még népszerűbbek lettünk, mert még többen osztják ezt a videót az én megosztásom után is. Köszönöm szépen a megosztást. Hajrá, Civil Rádió! Hajrá, és hajrá, Ruzsa Viktor! Úgy szintén nagyon örülök ezeknek a gondolatoknak, kedves kollega úr, mert tényleg rátapintottál ma este is a lényegre, hogy főleg ezzel az utolsó dologgal, hogy nagyon sok olyan embert ismerek én is, akik szert tesznek egy pici kis népszerűségre valamivel, amivel akár a saját tehetségük által jutnak el, és utána az egészet úgy, de úgy elrontják, annak érdekében talán, hogy még fideljék ezt a népszerűséget, hogy tovább fenntartsák, és közben már olyan hülyeségeket csinálnak, hogy kiviláglik az ő tehetségtelenségük, és az ő hozzá nem értésük, és lerombolják azt a pici kis nimbuszt is, amit építettek. Acsárd Gyula írja, hogy ma 302 éve született Mária Terézia. Hát ez nem az én életemnek a része, kedves barátom, vagy 38 éve pont ma próbáltam Mehmed Ali lelőni második János Pál pápát. Hát ez sem az én életem része. De mondjuk a mai nap született 9. Pius pápa is, no ugyan 227 éve. Hát örülök, hogy felütötted a lexikont, de idáig még senki sem találta ki,
hogy mi történt velem pontosan ezen a napon, ami egy ember életében csak egyszer tud megtörténni, május 13-án, és ráadásul pont így a éjszakai órákban. Na hát ezt a titkot még egy kicsit hagyom, hát ha valaki ráhibázik ma este. Attila itt az imént, amikor kimentem Slozira, akkor aggódott, hogy úristen, elrabolták Szilviuszt, és váltságdíjat követelnek érte. Ja nem, aztán írja. És Tódor meg kijavít, hogy valóban már olvasni sem tudok. Sokat romlott a látásom mostanában, és nagyon zavar az, hogy itt van ez az átkozott mikrofon, ami a bal szememet ide fókuszáltatja, a jobb szemem meg attól 65 centire a képernyőre próbál fókuszálni. Úgyhogy hát nincs nehéz, vagy nincs könnyű dolga a szegény rádiós műsorvezetőnek, aki egyben vloggerkedik is. Hát Acsi azt írja, hogy elvitték az UFO-k a szüzességedet. Hát itt azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen nem mondok semmit, mert van egy telefonunk, és akkor bekapcsolom a telefont adásba. Azt fölveszem, ezt lerakom, ezt megnyomom, és már egyre gyakorlottabb leszek. Haló, haló! Haló, haló! Jó estét! Jó estét kívánok, én Szilviusz vagyok. Kis József és Márta, külső Bécsi út. Szervusz József és szervusz Márta, mi történt velem ezen a napon, május 13-án? Ráhibázott, hogy most születtél, születésnap. Nem a születésnapon volt, nem. Bár az is csak egyszer tud megtörténni egy ember életébe, de egyébként ráhibázott az Acsi, pontosan, mert ő azt írta, hogy elvitték az UFO-k a szüzességed. Ez annyiban igaz, hogy UFO-k nem voltak. Belehallgattam, köszönöm, és hogy ne hagynál, köszönöm, mai estével. Aztán van két gondolatom, csak a népszerűség, mondhatom röviden esetleg. Hallgatlak, persze. Az egyik, hogy sokszor Bibliát citálom, csak innen egy kultúrember, egyrészt, hogy jön nektek, ha az emberek ízelegnek. Első szétszérték. Másik, hogy mi volt a munkás az ő bérére? Egy jó egyensúlyt kéne ezen a, tehát úgymond önismeret, identitás, népszerűség jó, csak nem, hogy túltengen, jól mondtad, itt helyén kell kezelni azt, hogy tehát azt, hogy ne, hogy azt, hogy ki, ha én nem, meg bocs, hogy élek, a kettő között szépen, hogy jó egyensúlyban a... Most jól volt hirtelen, hogy vajon népszerű volt a Jézus, vagy Buddha, vagy Lao Tse, később derült, hogy milyen jók voltak, hiszen részben népszerűek voltak, létben. Te ezeket most csak felolvasod, vagy ez szerint is élsz? Hát próbálok. Hát én már elmúltam 60, nem tudom, mondtam, mert nagyon szép minden. Hát próbálok. Tehát ezt, mikor mi a hallgatok, nem biztos, most már több heten elnézést kérek. Nagy olyan műsor, nem hízelget. Próbálok jó egyensúly most már. Biztos mondtam, tehát elmúltam 60, most már ott tartok, mint mondja a költi, hogy szorszér kincseid, gazdagság létem magad. És próbálok tényleg úgy kicsit is szét. Hát így viccesen, tehát hogy ez a kiosztani, amit már tudok nagykülőként. De még nyugdíjasként szintén, abban még nyugdíjasként dolgozom is, tehát úgy... Azért most próbálok kicsit megfogni, tehát mondjuk a te egyensúlyod fenntartásához mondjuk szükségetek van-e mondjuk az unokák rajongó szeretetére például? Nem rajong, csak azt mondja, de jó, hogy vagytok nektők, de klassz, tehát nem rajong, egy jó helyen tétel, hogy nem hazudnak, nem ízelegnek, nem nyalnak, nem ellöknek. Egy jó kezelet, egy jó kapocs. Nagy szülőség, még mondom, dolgozom is. Tehát minden ugye együtt szépen, nem tudom, mondta, az út egység külség az én jelszavam, tehát ilyen fölvettem, ahol ez a úton lenni egységben, és olyan hűségben lenni, próbálni, mindenki valláshoz függetlenül, régi, földi, elmélet, gyakorlat. Valahogy ezt próbálom, ezt a népszerűség, de furcsa szó, mert van, hirtelen följött a kis hercegnek a hiú című része, viszont ismered, vagy valahol írja madás, hogy jaj, az a kicsit nagynak mond a krónika, később örögnek rajta a szabad fordítás, úgy minden késő lesz. Egy életem, most hirtelen Petrőfi elnézést, hogy az idő az, ami is igaz, és később elmondja, hogy mi nem az. Ez később élel minden, a termés később érik be. Ott is aznap is lesz, hogy később. Most csak kaptatok hirtelen, hogy csak ez a kérdésben hirtelen. Tehát nem a születél. Hát nem. És mégis hány és hány embernek a célja az, hogy ő népszerűséget kovácsoljon magának valahogy a semmiből, vagy a semmire? Így van. Hát most, hogy zavartalak itt.
nem zavartás, sőt, nagyon köszönöm, és üdvözletem Ártikának is oda a külső Bécsi útra. És most kezdtem, mostanában több hát, hogy az emberek sok mindent szoktak kívánni, én kívánnék, ma jó vérképet szoktam kívánni, jó, tehát ezt vagy, tehát jó vérképet kívánok. Jó vérképet nektek is. Ez tetszik. Én köszönöm, pusztantás, minden jó. Megtartjuk. Hát jó vérképet nektek is, kedves rádióhallgató és rádionéző emberek, mert a mai este során, és hát végül is a Kecskemétre mennek a rugós nyalókák, mert hát, hogyha mondom az UFO-król, sajnos nem tudok beszámolni, de valóban ezen a napon, május 13-án egy osztálykirándulásra mentünk Veszprémbe, 1990-ben, úristen, 29 éve, és a fejembe nyomták Peter Gabrielnek egy filmzenéjét, amit akkor hallottam először, ez volt a Last Temptation of Christ, vagyis a Krisztus utolsó megkísértése című Nikos Kazantzakis filmnek a zenéje, amit Peter Gabriel igazi Bartók Bélaként különböző mediterráneumban, Szentföldön élő népeknek a muzsikáiból szedett össze és gyúrt egészé. Fantasztikus zenei alkotás, hogy a film maga is az. És én akkor a filmet még nem láttam, évekkel később néztem meg, de a zene már annyira magával ragadott, hogy biztos voltam benne, hogy nagyon fogom szeretni ezt az egyébként sok helyütt betiltott filmet, pedig azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg egy gondolkodó keresztény embernek meg kellene nézni ezt a filmet, mert nagyon sok olyan filozófiai mélységet jár végig és nyit meg, amelyet ő maga is elgondolt már valószínűleg élete során, és hát leginkább is a vége és a konklúziója a filmnek az aztán abszolút keresztény, tehát nincs ebben az egészben semmi sátánista vagy betiltandó dolog. Na, szóval ezt az albumot hallgattam a Veszprémbe tartó vonaton, és aznap este találtam meg életemben az első, nem szerelmet, csak az első testi kapcsolatot, és ez azért valahogy egy férfi, vagy szerintem egy nő számára is egy emlékezetes pillanat, amikor úgymond végleg felnőtté válik, talán május 13-a. Nem tudom, hogy miért maradt meg bennem ez a dátum, de megmaradt. A fene azt a kikezdhetetlen, rohadtul éles logikám, írja Acsi, szóval a szülinapod nem ma van, mivel élsz, nem haltál meg, ergo, az is kizárva, házasodni sokszor lehet, de lukra futni először csak egyszer. Hát ez így történt. Kedves barátom és kedves barátaim, én nagyon köszönöm, hogy ma este ilyen sokan velünk tartottatok. Egy gondolat bánt még engemet, vagy egy dolgot szeretnék még megosztani veletek így a népszerűséggel kapcsolatban, ezt ígértem. Ma egy Szacsvai Varga Ferenc nevű festőművésznek a kiállításáról jöttem, amelyet ma nyitottak meg, és június 7-ig látható az Albertfalvi Közösségi Ház Kályha galériájában, ajánlom szíves figyelmetekbe. Már csak azért is, mert tényleg velőtrázóan jó képek vannak kirakva oda a falra. Szacsvai Varga Ferencről ugye most nekem tudósítanom kell, és így próbáltam 21. századi újságíróként föltúrni a netet, hogy majd mit találok róla. Hát írd és mondd, jóformán semmit. Ugyanis Szacsvai Varga Ferencet nem emelte föl az internetes média, az újságok nem írtak róla, nem tartozott a mainstreambe, nem volt bizonyos politikai köröknek az ajnározott, szeretgetett, dédelgetve, óvott, fantasztikus alkotóművésze, hanem volt inkább a kocsmákban a bohém művészember, aki a redőnykészítővel, a bádogossal ugyanúgy elbeszélgetett, mint az újságíróval, vagy költővel, vagy filmessel, aki élte a maga szeretett és megszokott, de egyébként egészen szegényes életét itt Kelenföldön, és festett olyan brutálisan jó képeket, amelyeket talán Bosch vagy Salvador Dali tudott csak ilyen színvonalon művelni, és ezek a képek egyszerűen tényleg ledöbbentőek, ezek magángyűjteményből érkeztek most ide, attól a néhány havertól, baráttól, vagy
korabeli rajongótól, Szacsvai Varga Ferenc, nem tudom, említettem, de már 2 éve nincs közöttünk. Tehát nem tudom, hogy azok az emberek, akik ezeket a képeket megvették tőle, lehet 2 sör áráért, azok nem is igazából tudják, hogy micsoda kincs van a birtokukba. Bár ha egy művészettörténész vagy becsüs jelenleg oda menni és fölütni a katalógust az S betűnél, és nem találná meg Szacsvai Varga Ferencnek a nevét, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy hát ezek a képek nem sokat érnek, 5000 forint vagy 10 vagy ilyesmi, de hogyha egy kicsit valaki, aki ehhez jobban ért, akár mint én, bár azért annyi rálátásom van, hogy látom azt, hogy ez nem egy hétköznapi részegeskedő művészembernek, aki féltehetség volt a művei, hanem itt tényleg valami ormótlan nagy tehetséggel állunk szembe, amelyet ugye egyszerűen úgy elfelejtettek ebben a nagy, oly sokszor tehetségtelenséget hájpoló művészvilágban piedesztára emelni. És ebben az egészben ez a legszörnyűbb, hogy sokszor ilyen kockákat, rajzolókat, meg a vászorra mondjuk egyetlen egy szint felhordókat tartunk olyan becsben, hogy 64 riasztóval van védve, az egyébként teljesen értéktelen képe, mert hiába magyaráznak nekem bármit is, de ha ott van egy kék kocka, az egy kék kocka marad. Bármilyen szépen van rá fölhordva a festék, vagy bármilyen sokat mondó is ez a színárnyalat. Az nem több, mint egy kék, bocsánat, még nem is kocka, csak négyzet. Lehet, hogy egyenlő oldalú négyzet, de attól függetlenül, vagy nem egyenlő oldalú, tehát téglalap, de lehet felőlem trapéz is, vagy paleopipogramma, vagy nem tudom már, hogy hívták ezeket a síkidomokat, de az attól még nem lesz művészet, hogy ezt szépen oda le tudta rajzolni, festeni, oda rakta, és valami címet adott neki. És megmondom őszintén, és ez most lehet, hogy nagyon bunkó fog hangzani tőlem, mert sajnos ezt megpróbálják bunkónak beállítani, de én a nonfiguratív művészek javarészéről is azt hiszem, hogy azért lettek nonfiguratív művészek, mert nem képesek jó arányérzékkel lerajzolni mondjuk egy embert, vagy egy emberi arcot, vagy egy kutyát, vagy egy futólovat, vagy teljesen mindegy, hogy micsodát, hanem csak végig járták a iparművészetit, vagy valami iskolát, és a végén rájöttek arra, hogy ők nem képesek Mona Lisát festeni, meg nem képesek Milói Vénuszt formázni, meg egyebek, hanem ők tulajdonképpen féltehetségek, de hogy valamiből eltartsák magukat, ezért kitaláltak irányzatokat, vagy irányzatok mentén kezdtek el alkotni, és erre tökéletesen alkalmas volt a művészeteket megtagadó 20. század elején már eléggé burjánzó avantgárd és ehhez hasonló művészeti irányzatok, amelyekben a féltehetségek is gyönyörűen géniusszá tudtak változni, azáltal, hogy húztak egy piros csíkot a vászonra, és azt mondták, hogy Vér és veríték című kép, vagy a vasaló és a mit tudom én WC-pumpa találkozása a boncasztalon, és egyébként varrógép. Szóval igen, jó, annak is megvolt az értelme, hogy görbetükröt mutattak a művészeteknek, meg ehhez hasonlók, de a művészet, könyörgöm, akkor is csak az marad, hogyha nem azt mondom, hogy a valóságot minél tökéletesebben ábrázolnia kell a festőművésznek, egyáltalán nem erre gondolok. Szacsvai Varga Ferenc képei, alkotásai is szürreális képek. De éppen ez ad a festészetnek egy nagyszerű lehetőséget még a képmanipuláló szoftverek előtt, hogy például ott van egy katona felvértezve mindenféle öltözékbe, fegyverekkel, ilyesmi, és egy ilyen nagyon dinamikus mozdulattal ott a lovon,
szemétben befékez a ló, vagy valami ilyesmi mozdulat, csak a ruhában nincsen test. És egy ilyen szürreális kép van ott előtted, de fölismerhető, hogy az egy ló, az meg egy katona, az meg egy kard, vagy dárda, vagy egy hajó, vagy ehhez hasonló, és semmit nem tudunk Szacsvai Varga Ferencről. Semmit, az se, hogy hova tűntek a képei, állítólag Amerikában egy komplett kiállításnyi képét eltüntettek valakik. Az internet nem ír róla, tévében nem láthatod, rádióban is csak most hallhatod, hogy volt egy ilyen ember, akit úgy hívtak, hogy Szacsvai Varga Ferenc. És aki szerintem mérföldkő nagyságú dolgokat alkotott, de talán majd az utókor egyszer valamikor felfedezi őt. Hát kedves hallgatók, megnézem még itt a fórumokba, érkezett-e valami kis hozzászólás. Ja igen, hogy miért mondtam el ezt? Hát azért mondtam el ezt, hogy az értéket népszerűsíteni. Ha már népszerűségről akart szólni ez a műsor, azt én egy nagyon fontos feladatomnak és küldetésemnek tartom. És nagyon szeretném azt, ha akár Szacsvai Varga Ferencet, vagy teljesen mindegy, a Jó Világban zenekart, vagy bárkit sikerülne beültetnem jobban a köztudatba, akiről én úgy érzem, gondolom, hallom, látom, tapasztalom, hogy óriási munkával, küzdelemmel, akarattal, szeretettel olyat alkotnak, ami hasznára válik az emberiségnek. Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmeteket, és akkor már a Jó Világban felvételével búcsúzom a Szélénnel, de lesz még talán egy-két nóta, ami belefér ebbe a mai műsorba. Jövő héten meg bízom benne, hogy újra találkozunk egészségben, egységben, és jó vérképet kívánok mindenkinek. Ember a szélén kezd el félni, mikor a varjú tánc kezdődik, pedig mennyi még a régi fel nem fedezett. S mikor a holdról írnak, ordít több százmillió, akiről nem. Valóság, változás, latyog, eső, hó, pihe, sírva, mulatás, valaki szólít, de nem felelek. Elbújok veletek álmok, hol nem fúj, semmi nem sír, semmi nem marnak belém. Ott van a mély döngicsélés, még kint csak átmenet. Ott állandó a virágzó mező, simogató napsütésre válasz, a konoxitáló eső, meg a szükség sereg. Akiknek kezén, lábán, orrán, száján, ott a sok reklám bolond vasvere. A bék jó, csak most néki, más formot telítetett. Légy jó! Hold fáradt, hold fáradt, hold árnyék, küszködsz, de nincs több elképzelt világ. Így úrt utakon, egy eldobott cigarettacsik. Így úrt utakon. Ablakából tudod, olyan messze van a tegnap a mától, ahol mélyen van, bevis fel az arcod és az újra jön, hogy újra ott és itt még láthatnálak, de a bársunk függöny eltakar, és átad a fáradtságnak. Az álom hóhér gyengéden takarja le szemeim, táncod szemtilláimon sokkol tovább, boldogságod el.
eladó a boltokban, a fűző szoros őszülsz, és öregszel titokban. De nincs több elképzelt világ. Gyúrt utakon egy eldobott cigaretta csík. Gyúrt utakon